Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Önök a Tapolcai Városi Televízió sportmagazinját látják. NB1-es és NB2-es csapatbajnokságon vettek részt a TVSE sakszakosztály sportolói a Tamási Áron Művelődési Központban november 17-én. Közel 50 játékos ült le egymással szemben a hétvégi eseményen. A magasabb bajnokságban a Dunaharaszti MTK csapata jött el, a második osztályban a Kisbér Ászárese volt az ellenfél, a tapolcai szakosztálynál az NB1-ben Istvándi Lajos, Dobos József, Kasnya Péter, Korán Katalin, Lukács Levente és Ostics Matéja ért el döntetlen eredményt, míg az NB2-es tapolcai mezőnyből Bence Balázs, Szőke Kristóf nyert, illetve Heinigermann Gábor, Paré József, Tóth Csongor és Sós Boton Máté döntetlennel zárt. A tapolcaiak szoros játszmákon tisztesen helytáltak, de végül mindkét ellenfelük erősebbnek bizonyult. Tapolca VSE, Dunaharaszti MTK 3-9, Tapolca VSE 2-es számú csapata, Kisbér Ászár Ese 4-8. Az elmúlt hét végén Szolnok adott otthont a Kulcsár győző emlékverseny soron következő fordulójának. Ez a verseny olimpici néven vált ismerté az elmúlt hosszú évek során, és rengeteg klasszis vívó nőtte ki magát belőle, köztük olimpiai, európai és világbajnokok. A háromnapos versenyen szép számmal indultak a Tapolca Vívóklub versenyzői is. A teljesítmény már sok helyen jó volt, fejlődést mutatnak a gyerekek. A tapolcai fiatalok közül Mózel Zalán szerepelt a legjobban, aki szép és magabiztos vívással bejutott a 8-as döntőbe és érmet tudott szerezni. Eredmények: Törpici fiú, Gmózel Zalán 8., Törpici lány, Keszner Zoé 21., Gyerek fiú, Piller Kristóf 10., Hegyi Kristóf 17., Puskás Máté 20., Szabó Róbert 79., Klemens Gergő 87. helyen végzett. Gyerek-leány kategóriában Bicsérdi Kamilla 22., Gmózel Zoé 32., Hubert Hankalina 58., Horváth Míra 63. Újonc fiú kategóriában Nyári Flórián 37. lett, Bali Gergő 62., Hegyi Kristóf 65., Piller Kristóf pedig 69. helyen végzett. Újonc lány kategóriában Sölét Emma 13. helyen végzett. Serdülő fiú Klemens Barnabás 61. lett. A Magyar Sport Jiu-Jitsu Szakszövetség szervezésében a Magyar Bajnokságon szerepeltek a TVSE brazil jiu-jitsusai november 17-én Dunakeszin. Színvonalas harcokban számos tehetséges feltörekvő és már tapasztalt sportoló mérkőzött meg U8-tól U21-es felnőtt és masters korosztályokban. A tapolcaiak példás eredményekkel végeztek. Sikter Dániel keszthelyi harcos, aki ezúttal a tapolcai csapatot erősítette, 2 aranyat és 1 bronzérmet gyűjtött be. Tál Melinda kategóriájában ezüstérmes lett, míg Sabján Kornél a 7. helyig jutott. Bágya Benjamin 4. helyezett lett, keszthelyi Gellért a dobogó 2. fokára állhatott. Hásfa Baján kategóriájában bronzérmes lett, Páhi Ádám a 4. helyen végzett. Sajc Miksa 1 aranyat, 1 ezüstöt és 1 bronzérmet szerzett. Miksa 2. és 3. helyét U18-as, tehát korosztályán felüli kategóriában szerezte. A harcosok sokat tanultak a kemény küzdelmekből, melyekre Németh Lajos és Páhi Ádám, aki immáron megszerezte a fekete, azaz a legrangosabb övet, készítette fel őket. 14. Spartan kupán csaphattak össze a Muay Thai harcosokkal gyáli sportcsarnokban november 23-án. Magyarország legnagyobb Thaibox versenyén a TVSE Thaibox szakosztálya ezúttal 6 versenyzővel indult el. A régi időket idézve súlycsoportonként 4-8 nevező jelentkezett, ami kiváló lehetőséget jelentett egy eseményen belüli, több küzdelemben való részvételre. 63,5 kg-os súlycsoportban Stankovics Botond nem talált legyőzőre, 3 meccs győztes harcai után a dobogó tetejére állhatott. Hoffmann Máté, Németh Márk, Dajka Patrik, Kocsor Luca és Kudomrák Noel ezüstérmet szereztek kategóriájukban. Összesítettben tehát szép eredményekkel zárta a 14. Spartan kupát a TVSE. Büszke vagyok a sportolóimra, külön köszönet Szőke Tibor edző kollégának a felkészítésért, a plusz edzésekért és Karácsony Levente ring segédnek a segítő munkájáért. Összegzett Szegvári Tamás, a TVSE Thaibox szakosztály vezető edzője. Junior világbajnoki címet szerzett Tóth Zsombor, akit kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Dobó Zoltán polgármester a Városházán fogadott.
Zsombi, egy évvel ezelőtt ugyanitt az önkormányzat dísztermében látott vendégül polgármester úr, akkor egy junior világbajnoki, illetve Európa-bajnoki címnek a kapcsán. Ez volt a tavalyi termés, és idén már pedig a felnőttek között is sikerült ugyanezt a címet elérned, megszerezned. Kérlek, hogy ezt a bejárt utat egy picit ismertesd velünk, hogy mi történt veled ebben az elmúlt egy évben. Hát azóta történt velem egy... Túl lettem az érettségin, először is új kezdődött. Most szeptembertől klubot váltottam, elkerültem Budapestre, elkezdtem egy iskolát, és most az új klubommal, ugyanennél a szervezetnél, a iska szervezetnél világbajnoki címet tudtam szerezni, csak most már felnőtt kategóriában. Mekkora volt a lépés a junior szint és a felnőtt szint között? Itt gondolok a nehézségi fokokra, nyilván mások az ellenfelek, nagyobb az elvárás. Sokkal másabb egyébként a kettő. Fizikálisan még érzek egy pici lemaradást a felnőttekhez képest, például az ilyen 25-30 éves bunyósokhoz képest. Technikailag ott vagyok, ahol kell lennem szerintem, de hát mégis hely tudtam állni. Nagyon kemény felkészülést látunk a Facebookon, aki követi az oldaladatot, rendre nyilvánosságra hozod azokat a kemény fizikai edzéseket, amiket folytatsz. Ezeket most már átkerültek Budapestre, hiszen tanulmányokat ott folytatod, vagy pedig azért még ide haza is jössz és Ajkán is edzel? Edzek, ahol tudok egyébként. Hát a nagy részét igen, azt Budapesten végzem. Hétvégente, amikor itthon vagyok, itthon is szoktam edzeni. Egyébként igen, az Ajkai klubhoz is szoktam átjárni, még néha a hétvégente bunyózgatni. Hát ahogy mondtad, a social médiát meg próbálom tolni, hát ha valami jó szponzor megtalál, igazából ennyi. Tulajdonképpen egy év alatt lehet azt mondani, hogy megszereztél mindent, amit ebben a sportban ezen a szinten meg lehet szerezni. Mi a következő lépcsőfok? Szeretném a profi karrieremet is beindítani. Tavaly már volt egy profi mérkőzésem, de a Sky szabályrendszerben. Idén most két hete meg volt az első Muay Thai profi bunyóm is, meg még ebben az évben volt egy félprofi is, de ugye a kettő közt a védőfelszerelések mennyisége a különbség. Tehát most már teljesen úgymond letisztultan, vagy hát védőfelszerelésektől letisztultan léphettem ringbe. Egyébként nagyon nagy élmény volt, erre vártam már egészen kicsi korom óta, szerintem sokkal látványosabb, és nem tudom, én jobban élvezem, mint az amatőrt. Mesélj kérlek picit nekünk a világbajnokságról, a menetéről, a mérkőzésekről, illetve az, hogy azért mi ad neked lendületet, mert azért nyilván ilyenkor, főleg már védőfelszerelések csökkenésével a fájdalom is viszont nő. A VB-n az még amatőrben voltam egyébként, nem tudom, mindig motivált vagyok egyébként, szeretek a ringbe lépni, szeretem a bunyó minden részét, kivéve a fogyást, azt nagyon nem. Volt egyébként, Bécsben volt az egész rendezvény megszervezve, ugye már az új csapatommal mentem, nagyon segítőkészek voltak, jó volt a felkészülés is, jól sikerült. Két nap alatt volt négy mérkőzésem, ami azért küzdősportban soknak számít. Kezdtem egy ukrán ellenféllel, utána volt egy ausztrál, utána egy lengyel és egy olasz a döntőben. Egyébként nagyon tehetséges bunyósokkal harcolhattam. A döntőben sikerült egy KO-t is összeszednem. Élveztem. Jó volt. Említ, tehát egy év alatt tulajdonképpen tényleg nagyon szépen haladsz előre, és akkor is már megjelölted ezeket a célokat, amiket most ebben az évben elértél. Ehhez nagyon sok sikert kívánunk, hogy amiket most mondtál, azokat is elérd szépen lépcsőfokonként. Mi a legfőbb vágyad? Mi az, ami tényleg azt mondod, na ez a pályafutásod csúcsa? Hát van egy úgynevezett One Championship nevű szervezet, igazából ez a legnevesebb ebben a sportágban. Ott oda, ha be tudnék kerülni, az akkor elégedett lennék már úgy tényleg. A tapolcai Csermák József rendezvénycsarnokban rendezték meg a 12. Szöcske Gála Terem Atlétika versenyt november 13-án.
A korábbi évekhez hasonlóan magasugrással kezdődött az esemény, ennek egy órás lebonyolítása után következett a többi versenyszám, amelyek közül néhány párhuzamosan történt. 30 méteres síkfutás, medicillabda dobás és helyből távolugrás versenyszámokkal zárult az egyéni kategóriák köre, ez pedig a 4x2 körös váltófutás követte. Míg egyéni számokban harmadik 2012-től 2013-ban születettekig, és negyedik, azaz 2010-től 11-ig született korcsoportos lányok, illetve fiú bontásban mérhették össze képességeiket a diákok. Addig a 4x2 körös váltóban már csak nemek szerint indultak a csapatok vegyes korcsoportban. Az előbb felsoroltak alapján minden kategória 1-től 3 helyezettig összesen 72 versenyző oklevél és éremdíjazásban részesült. Az eseményen részt vett a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Bacsányi János magyar-angol két tanítási nyelvű tagintézménye, a Tapolcai Kazinci Ferenc Általános Iskola és a Tapolcai Nagyboldog Asszony Római Katolikus Általános Iskola, a Badacsony-Tomai Tatai Sándor Általános Iskola, a Lesence-Tomai Lesence Völgye Általános Iskola, a Szigligeti Általános Iskola és a Monostor-Apáti Művészetek Völgye Általános Iskola. Az eredmény hirdetés 15:45-kor ért véget. Összességében jó hangulatban telt a verseny, amely lebonyolítását tekintve is gördülékenyen és zökkenőmentesen ment. Bakler Zoltán, illetve Hancman László szervezők segítőik rutinos és hozzáértő munkája lehetővé tette, hogy egy sikeres, élvezhető és izgalmas versenyt bonyolítsunk le a Csarnokban. Foglalta össze a rendezvény történéseit Tóth Bence sportszervező. Hazai pályán fogadták a Tapolcai Tigrisek Balatonfűzfő, Sárvár és Várpalota csapatait. Már az első mérkőzésen nagy fordulaton játszva nagy arányú győzelmet arattak a hazaiak. Tapolcai Tigrisek, Sárvár 106-18, pontszerzők Fazekos Áron, Gelencsér Benedek, Hobók Benedek, Hernádi Kristóf, Péter Bence, Szita Ákos, Zengői Róbert, Korsz Roland, Szenc Péter és Doma Levente. Két mérkőzést pihenve a döntőt a Füszfői AK-t 61-45-re legyőző Várpalotával játszott a Tapolcai gárda. Bár a Várpalota az elején jól kezdett és úgy nézett ki, ráálltak a tapolcai csapat sebességére, a második negyedben a technikai fölény nagy arányú pontkülönbséget eredményezett, ami gyorsan eldöntötte a mérkőzést. Tapolcai Tigrisek, Várpalotai KK, U14, 91-24. Pontszerzők Német András, Fazekas Áron, Hobok Benedek, Gelencsér Benedek, Szita Ákos, Korcz Roland, Péter Bence és Hernádi Kristóf. Így két győzelemmel az első fordulót követően az első helyen állnak a Tigrisek. Csikós Tibor edzőtől megtudtuk, milyen kihívások várnak a csapatra a közeljövőben. A szombati mérkőzések eredményei ugyan megnyugtathatják a játékosokat és szülőket, de a következő időszak meccsei mind a fiúk, mind a lányok részére egyre nehezebbek lesznek. Most jönnek majd azok a sorsdöntő mérkőzések, amelyek révén még az A csoportban maradhatunk, vagy magasabb osztályba léphetünk. A kiemelkedő teljesítményhez pedig elengedhetetlen, hogy a csapatépítést az edzéseken tovább folytassam. Minden edzésen lépésről lépésre haladunk előre, egymásra épül minden, ezért fontos mindegyiken ott lenni. Köszönöm a játékosok és a szülők együttműködését. Különleges meghívásban részesültek a TIAC U9 és U11-es utánpótlás csapatai. Tapolca fiatal futballistái rendszeresen vesznek részt a területi és regionális bozsik tornákon, most viszont a kiemelt kategóriájú találkozóra invitálták őket. A két program között az a különbség, hogy a regionális bozsik találkozók a tömegsportról szólnak, a kiemelt regionális központ kategória viszont a tehetséggondozásról. Így ezen a napon nem csak az jelentett kihívást a tapolcaiaknak, hogy ismeretlen csapatokkal kerültek szembe, hanem az is, hogy olyan klubokkal játszottak, akik más kategóriában szoktak szerepelni. Ilyenek voltak például a horvátországi Cakovec, a Hévíz és az FC Nagykanizsa, illetve Siófok csapata. Kocsis Roland, az U9-esek edzője a találkozás után úgy fogalmazott, hogy egy nagyon jó és színvonalas tornán vehettek részt a gyerekek. Az első mérkőzésen megilletődötten játszottak a kicsik, de ahogy telt az idő, egyre inkább felvették a ritmust és belelendültek a játékba. Az utánpótlás edző hozzátette, hogy a következő mérkőzéseken a gyerekek már hozták az elvártakat, jól helyezkedtek, nagyon jól hozták ki a labdákat, és a kapus is sok szép indítást mutatott be. A tapolcaiak szemszögéből a Nagykanizsa-Tiac találkozó volt a legszínvonalasabb.
A mérkőzés 0-0 eredménnyel zárult, ettől függetlenül élmény volt látni, ahogy a mieink játszottak a helyiekkel. Végig csapatként működtek és nagyon szép támadásokat mutattak be, melyeket a kanizsaiak kapusa végül hatékonyan hárított. Az U11-es korosztályt Viski László kísérte el, aki az eseménnyel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy minden mérkőzésen dominánsak voltak a gyerekei. Ebben a korosztályban Nagy Kanizsán nem tapasztalt különbséget a régiós és kiemelt bajnokság közt. Hozzátette, nagyon jó mérkőzéseket látott a csapatától, és egy kivételével minden mérkőzést megnyertek. Az utánpótlás edző azt is elárulta, hogy egy kicsit tartott ettől a találkozástól, mert nem ismerte a csapatokat, így nem tudta célirányosan felkészíteni az U11-eseket. Azt kérte tőlük, hogy játszanak bátran, amit be is tartottak a játékosok, és ennek meg is lett a pozitív eredménye. Mindkét edző egybehangzó véleménye volt a tornával kapcsolatban, hogy nagy lehetőség volt ez a tiad számára, és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek a mérkőzések alatt. Vármegyei harmadosztály 13. fordulójában a tapolcai öreg fiúk itthon játszott a Monostor Apáti Ese ellen a Városi Sporttelepen november 17-én. A hazai csapat a Sümeg Prágai 4 gólos győzelme után motiváltan lépett a pályára. A 35. percben mégis Nagy István szerezte meg a vezetést a vendégek számára. Hátrányból fordultak tehát a tapolcaiak a második félidőre, de ez nem tartott sokáig. Egy nagy gól érkezett egyenlítésként a 49. percben Nagy Béla fejese révén. Az 58. percben Kékesi találatával az előny ismét a Monostor Apáti csapatánál volt. Az öreg fiúk ezt nem hagyta ennyiben, és megfontolt támadásokkal ostromolta a vendégek kapuját. Ennek eredményeként Nagy duplázott a 69. percben, ismét egy jól irányzott fejessel, és újra egálba került a két csapat. A harci kedv megmaradt a tapolcaiaknál, és ez megmutatkozott az eredményező táblán is, amikor Szabó szemfülességével szerezte meg a győztes gólt a 81. percben. A vendégcsapat fiatalos összetételéből adódóan lendületes tempót diktált a mérkőzésre, mégis az összeszokott, tapasztalt öreg fiúk rutinos játéka érvényesült. Tapolcai Öreg Fiúk FC, Monostor Apáti Ese 3-2. Vármegyei másodosztály 13. fordulójában a Tiac felnőtt csapata a Badacsony-Tomaj gárdáját fogadta a Városi Sporttelepen november 16-án. A tapolcaiak mindent megpróbáltak, hogy visszavágjanak a vendégcsapatnak a legutóbbi vereség után. Ennek megfelelően negyedórányi mezőnyjáték után egy szabadrugást követően meg is szerezték a vezetést Ludwig révén a 14. percben. A 21. percben érkezett a válasz, egy szögletből való beívelés után Kovács talált a hazai kapuba. A következő percekben tovább veszélyeztetett a Tomai gárda, mégis a Tiac jutott ismét előnyhöz Orbán 29. percben szerzett fejesével. Az első félidő lefújása előtt Horváth távoli bombája érkezett meg szabadrugásból, így a félidő egyenlővel zárult. A második játékrészben a Tomaiak pörögtek fel hamarabb, és az 52. percben Tobak által meg is szerezték a vezetést. A további időszakban mindkét oldalon adódtak lehetőségek gólszerzésre, végül Orbán duplájával egy kipattanó utáni szemfüles góllal állította be a 3-3-as végeredményt. Mindegyik csapat megtette a tőle telhetőt, a sok helyzetből 6 gól született, a nézők elégedettek lehettek a látottakkal. Tiac vs. Baracsony-Tomai Ese 3-3. Vármegyei női kézilabda bajnokságban Urkut gárdája fogadta a TVS-e lányait november 24-én az Urkuti sportcsarnokban. Izgalmas mérkőzés vívott egymással a két együttes. Mindkét csapat játékosai nagyot küzdöttek, a hazai pálya előnye döntötte el a 2 pont sorsát az Urkut javára a szoros eredményt hozó mérkőzésen. Gátvölgyi Balázs, a TVS-e edzője így látta az összecsapást. Lányaink nagyon jól játszottak, 1 pontot mindenképpen megérdemeltünk volna. A kiállítások, hetesek és néhány fault megítélése nem nekünk kedvezett. A nagyszerű mérkőzést beárnyékolta, hogy mi méltósággal veszítettünk, volt akinek győzni sem sikerült így. Gratulálunk az Urkuti lányoknak, jövő héten újabb jó játékra és bravúra készülünk a listavezető ellen. Urkut SK Tapolca vs. 26-24. Veszprém Kupa 4. fordulóját rendezte meg úszásban a Veszprémi Úszó Szövetség november 15-én a Veszprémi úszodában.
Több mint 500 fiatal tehetséges úszó mérte össze tudását ezen a versenyen. Verebélyi Zalán négy számban indult, 400 méter gyors, 200 méter hát, 100 méter pillangó, amelyekben a dobogó tetejére állhatott, valamint 100 méter gyorsan második helyen ért célba. Ezen kívül beválogatták a Heraklis keretbe, amely a legmagasabb elismerés az utánpótlás korosztályban. A jövő bajnokai programon belül úszás nemenként az ország legjobb két úszóját illeti meg ez a cím. Zalán edzőjével, Farkas Andrással Ajkán készül megmérettetésekre a Rája 94 úszóklubnál. Továbbra is a tapolcai nagyboldogasszony, római katolikus általános iskola magántanulójaként végzi tanulmányait a sportolás mellett. Ebben az évben még a Győr Open elnevezésű nemzetközi versenyen indul több számban, ezek közül 200 méter háton címvédőként várja ellenfeleit. 13. Kete elnevezésű tollas labda versenyen vett részt a tapolcai tollas labda csapat Keszthelyen november 16-án. Több kategóriában indultak és szép helyezéseket értek el. Vegyes párosban Horváth Loretta, Csobod Marcell 3. helyen, Gyarmati Zoltánné Gambos István 6. helyen végzett. Férfi párosban Csizmadia László, Galambos István 5. helyig jutott. Horváth Bence, Piller Zsombora 8. helyet szerezték meg. Női páros kategóriában Bakler Zita, Orbán Csenge Dúa dobogó tetejére állhatott. Női egyéniben szerepelt az egyesület a legeredményesebben, Horváth Loretta 1. helyen, Bakler Zita 2. helyen, Orbán Csenge pedig a 6. helyen zárt. Férfi egyéniben Orbán Csanár 7. lett. Izgalmas szetteket játszottak a versenyzők, gyors, precíz ütésekkel és taktikus játékkal megfűszerezve. Bolla József 17 éves testépítői pályafutása során 3 világbajnoki aranyérmet gyűjtött. A master kategóriában szerzett aranyérméről és az oda vezetett útról kérdeztük a sportolót. Józsi, legutóbbi versenyed egy világbajnokság volt, ahonnan a legfényesebben csillogó éremmel tértél haza. Ez már zsinórban a 3. volt. Milyen érzésekkel vettél részt a versenyen, és most hogy érzed magad a verseny után? Hát az volt a cél, hogy elhozzam azt az aranyat. 2016 óta mentem utána, most jött össze. Fejben is egy picit oda kellett érnem meg, úgy testileg is. Jó, jó, hát néha még most is nehéz elhinni, hogy megvan. Ez egy hosszú útnak a vége, de még nem a lezárása, hiszen már itt a felvétel előtt beszélgettünk róla, hogy vannak terveid is, de erről majd egy picit később. Azonban kérlek, mesélj nekünk arról, hogy ezután, vagy ezelőtt a verseny előtt az utolsó eredmény, ez ugyanez a Babba szövetségen belül egy világbajnoki 3. helyezés volt. Mi volt a különbség a kettő verseny között? Hogyan készültél fel? Változtattál-e valamit a technikán, a felkészülésen? Hogyan sikerült elérni ezt a szépen csillogó érmet? Korábban álltam neki a verseny felkészülésnek. Ez egy 26 hetes felkészülés volt. Az előző 16 hetes. És a különbség pedig az, hogy 6 napot edzettem súlyzókkal, és minden nap kardióztam, és a kardiónak a időnek a idő is megnőtt ilyen 30-40 percre egy órára. A végén már egy órákat nyomtam minden nap. Ez volt inkább a lényeges. A hossza, meg a kardió kitolása. A testépítés az egy olyan sportág, ami nem az edzőteremben kezdődik és ér véget, hanem bizony egy egész napos odafigyelést igényel. Ez nálad hogyan néz ki? Említetted, hogy egy héten 6 edzés volt. Hogyan néz ki a napi rended? És nyilván itt az étkezésre, és illetve az alvás fontosságára is szeretnék, hogyha ne sokkal. Hát hogy néz ki? Reggel felkelek és állok neki főzni, így. Egy olyan másfél óra megvan. Ha én csinálom, ha párom, akkor hamarabb. Nekem egy picivel tovább tart. De általában így egy héten 4-5-szer én csinálom meg a kajámat. És ilyenkor miket eszel? Mi az, ami hát, kell figyelni? Ugye ilyenkor az van, hogy a szénhidrát, fehérje, zsírarány eltolódik. Itt tömegnövelésnél több energia legyen az edzésekhez, több plusz kalória legyen, ez föl van emelve a szénhidrát szint. A fehérje az körülbelül ugyanott van, és amikor a verseny közepe felé, vagy a verseny felkészülés közepe felé már átborul az egész. Tehát a szénhidrát az csökken le, a fehérje megemelkedik. A végén meg már az utolsó 6-7-ben már csak ilyen 80 g szénhidrátokat ettem naponta. Az nekem az, tényleg 110 kilósan az halál.
Akkor ez volt a legnehezebb benne. Az. Nyilván a különböző testrészeket külön kell edzeni, külön edzéstervet kell rá kialakítani, és aztán utána azt véghez vinni. Ez nálad hogyan működik? Melyik testrészeket edzed külön, illetve milyen napjaid vannak? Én úgy találtam ki ezt az egészet, hogy minden izomnak van egy mellék dolga, hogy mondjuk egy mellizom edzés közben dolgozik a triceps is, meg a vál is. Tehát, hogyha azt a mellizom elé teszed be, akkor a mellizom edzés az már nem lesz olyan jó, mert ugye már fáradt a karod, meg a vállad. Tehát nekem úgy állt össze, hogy mell első nap, aztán hát második nap, vál harmadik nap, így ugye ezek egymásnak nem szólnak be, és a kart edzettem negyedik nap, így a felső testet, a legvégén meg a láb, mert ahhoz kell egy 2-3 nap, hogy az ember helyre jöjjön. És akkor a szombati napon pedig ilyen kiegészítő edzéseket csináltam, farizom, combhajlító, haskardio, az minden nap. Akkor lehet azt mondani, hogy a láb az, ami a legnehezebb, ami a legnehezebb elegenerálódik? Igen, az. Az a legnagyobb bizony a testem, a felállt testednek. És ott dolgoz a legnagyobb súlyokkal, a leghosszabb ideig, és oda kell egy 2-3 nap még helyen. Legutóbb, mikor itt találkoztunk és beszélgettünk, akkor is egy, talán pont a harmadik helyezésed apropójából, akkor már meséltél a múltról, arról, hogy mikor kezdted, hogyan kezdted el. Hogyha jól emlékszem, 2007. Az első verseny, igen. Az első verseny. Hogyan látod ezt a pályát eddig? Tehát, hogy az elején miben volt az, ami még nehézség volt? Még nagyon az őskorban volt az, ami egyáltalán edzeni. Hát edzőterem se volt a polcán akkor még. A Bélán volt az első normális edzőterem, ahol lehetett edzeni. Előtte volt az Asterix, de hát az funkcionalitásában nem lehetett ott felkészülni egy versenyre. Ahogy változtak a technikák és ahogy változott az edzőtermeknek a minősége is, bejöttek és megjelentek az internet által nyújtott lehetőségek is. Te ezt mennyire használod ki, mennyire figyeled azokat a trendeket, amik most a világban mennek? Nem nagyon, mert ezek ilyen divat irányzatok. Tehát olyan gyakorlatokat használnak, meg végeznek mostanában a fiatalok, az én véleményem szerint, ami nem hasznos. Megkerülik a nehéz utat. Tehát az összes régi nagy testépítő, aki élt eddig, az mind nehéz súlyokkal és súlyzókkal edzett. Az alapokat csak abban lehet megteremteni. Az ilyen könnyű, kitalált gépekkel, ahogy leveszi a terhelést az izomról, azzal nem. Tehát még mai napig is nekem az alap, az az alapgyakorlatok. És ahhoz rakok még hozzá ilyen funkcionális új gépeket, de az alap az mindig ugyanaz. Tehát akkor lehet azt mondani, ahogy te is fogalmaztál, az őskorból vannak a példaképei is? Ja, igen. Hát olyan 2000-ig, 2006-ig, 2007-ig volt olyan a testépítés, ami annak nevezhető. Kik azok az egyének, akiket szívesen? Hát ugye az Arnold, aztán a Dorian Yates, a Jay Cutler, meg a Ronnie Coleman. Ezek így az igazán nagyok. Klasszikus iskola. Akkor ezek szerint a hétköznapokban, illetve a mai világban ezek a trendek téged elkerülnek, illetve azt mondod, hogy inkább a régiekhez nyúlsz, azonban mégis vannak nyilván olyan könnyítések, vagy éppen olyan technikák, amik jobban fejlesztik az izmot, mint akkor, hiszen az is már fejlesztése szorult, az alapokat megadták, de most azért már tényleg fejlődött annyit a technika, hogy ezeket ki lehet használni. Melyek ezek, amiket te is használsz? Ilyen edzéstechnikákat? Igen. Hát vannak ilyen edzésintenzivitáshozó gyakorlatok, amik például a csökkentett sorozatok, amikor veszed vissza a súlyt, és az ismétlés számot pedig tartod, akkor az óriás sorozatok, a szuperszettek, de ezek már régiek, de mostanában divatosabbá váltak. Most akárhogy is számolom, az 17 év, hogyha az első versenyétől számolva a maiig.
meddig tervezed? Most léptél a master kategóriába. Igen. És ebben már lehet azt mondani, hogy a világbajnoki aranyéremmel a csúcsra jutottál. Hova lehet még fejlődni? Hát ugye most erre a VB-re úgy mentem oda, hogy volt két világbajnoki címem, meg lesz a harmadik, ott volt a kisfiam, látta, és akkor vége. És akkor jöttem le a színpadról, amikor megnyertem a VB-t, és akkor jöttek oda az ismerősök, a haverok, meg nagy edzők, meg régi sportolók, és mutatták a fényképeket, hogy Milánóban minden évben berendeznek egy Masters profi kártya szerezhető ott ezen a versenyen, és mutatták a fényképeket, hogy kik nyerték meg, és akkor összehasonlítottuk a akkori fényképek, mondjuk ott a versenyen készültek, és hát lehet, hogy nyertem volna. És akkor most még az, hogy 25-ben még oda elmegyek, megnézzük. De van neked, van a felkészülésnek, szeptemberben. Akkor ez több lesz, mint egy 26 hetes felkészülés? Hát lesz egy komoly tömegnövelés. Olyan, most úgy volt, hogy 110 kilóig mentem föl, és olyan 101-2-3 voltam a színpadon. Most fölmegyünk egy olyan 120-ig, azt tervezem, és akkor 110 leszek a színpadon. És akkor arra már nem mondhatja senki se, hogy ez nem olyan jó, vagy biztos, hogy lesz ellenfél, akkor ott már nem lesz. Akkor már nem lesz kifogás. Nem. Akkor, de ez úgy hangzik, ez megint egy lépcső, csak egy ugródeszka. Uh-huh. Tehát ez nem, megint csak nem egy végcél, hanem ez egy... Egyelőre ez a végcél. Egyelőre ez a végcél. Legyen meg a prókád. Viszont a prókáddal, a profi kártyával egy újabb ajtó nyílik majd. Hát igen, akkor már mehetnék profi versenyekre. Hát ez még egy nagy álom, hogy tengeren túlra ki lehessen menni. Józsi, amellett, hogy te versenyzel és a testépítéssel profi szinten foglalkozol, emellett megjelentek melletted az ifjú titánok is, és bizony őket is segíted a szakértelmeddel, a tapasztalatoddal, és ők is szépen, szép eredményeket érnek. Igen, az egyik tanítványom, el is dicsekszem, a Pálmai Zsolt, két hete Prágában megszerezte a profi kártyáját, úgyhogy mellettem már kinyílt a kapu, és szombaton megszerezte a profi kártyáját, vasárnap megrendezték a profi versenyt, ahol negyedik lett. És olyanok között az ötödik, hatodik, aki lett srác, azok a Mr. Olympián már szerepeltek. Olyanokat lehet majd. Úgyhogy lehet csinálni. Igen, hát a képed is kint lóg a sportházban, itt az egészségközpontban, és az egy nagyon jó motivációt jelent minden fiatalnak, aki belép ide a terembe, hogy látják, hogy Tapolcáról is el lehet érni a világ tetejére. Így van, bárhonnan. Még innen is. Emellett, amikor az edzőterembe jövünk, akkor látunk még kisebb, még fiatalabb gyerekeket is, akikkel foglalkozol. Igen, most neki álltam a gyerekekkel is. Picit nehezebb velük, mert azért még játszás van, meg, de rá lehet őket venni, hogy komolyan vegyék, és úgy néz ki, hogy bennük is van egy ilyen, hogy akarják csinálni. Önálluk nyilván mások a célok. Persze. Mások. Valaki picit pufibb, le akarna fogyni, valaki meg nagyon vékony, akkor izmot szeretne magának rakni, nem versenycélú, csak úgy testalakítás, meg hogy jó kondiba legyenek. Nem is olyanok az edzések, tehát teljesen más. Józsi, amellett, hogy tényleg a nap 24 órájában a testeddel foglalkozol, nyilván az egyensúly megőrzése érdekében kell a szellemre és a lélekre is hatni. Ezt hogyan edzed? Lelkemet. Járok minden vasárnap templomba, az egyik. Másik meg, hogy nekiálltam gitározni. És ez honnan jött ez az ötlet? Nem tudom, gyerekkoromban mindig rockstar akartam lenni. Mindenki. Aztán egyszer csak valahogy szereztem egy gitárt, aztán nekiálltam. Aztán nem ment egyedül, és akkor kértem segítséget Farkas Misi bácsit itt a zeneiskolában, és akkor főkarolt, és akkor járok hozzá rendszeresen hetente. Hát akkor ezek szerint a te példád nem csak azt mutatja meg, hogy kitartó munkával milyen szép eredményeket lehet elérni, hanem azt is, hogy nem késő elkezdeni soha semmit. Így van, bármikor el lehet kezdeni. Picit nehezebben megy,
Misi bácsi mondja, hogy a gyerekek azokkal nagyon könnyen tanulnak, de hát, hogyha akarod, akkor bármit. Józsi, köszönjük szépen, hogy vendégül láttál itt minket, és beszámoltál a szép eredményeiről és terveidről. Sok sikert kívánunk a továbbiakban is, és hát reméljük, hogy akkor ezek a kis apró lépcsőfokok, amik aztán majd, hát nem is annyira aprók, de legalábbis nekünk eléred őket, és megvalósítod minden vágyadat és álmodat. Reméljük, így lesz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss sportmagazinnal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is viszontlátásra!